see. I'm very happy to be here. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. I can't even tell you how much we've been praying about this week. El sem tudom mondani, hogy mennyi imádság van emögött a hét mögött. And asking God to help us get this accomplished. És azt kértük Istentől, hogy segítsen, hogy ez létrejöjjön. And to take care of all the details and all the flights. Ő legyen az, aki a részletekre gondot visel, a repülőjáratokat intézi. Right now there are flights coming in from all over Europe. Mert hogy Európa különböző részeiről most is jönnek be gépek. In this direction. Ebbe az irányba tartanak. And so far we've only lost one, I mean not lost. One, well, so far only one person missed their flight. So. És azt akartam, hogy eddig csak egy valakit veszítettünk el, de nem veszítettük el, csak lekést a járatát. That's not bad. De ez az egy, ez nem. They might still come Monday, so. És még lehet, hogy ideér hétfőn. But I do ask pray for us please. Azt kérem, hogy imádkozzatok értünk. Because you know we try very hard to organize everything. Mert nagyon sokat dolgozunk a szervezési munkákért. And I have one of those spreadsheets that is like 7 pages deep and all the names and all the details linked together. És van ilyen táblázatom, ami 7 táblázat mélységű, és mindenhol kapcsolódnak a nevek egymáshoz. And we have all the schedules and everyone's arrived. We have everything organized. Minden ott van benne, a különböző időpontok, az érkezési időpontok. But there are many things that are beyond our control. De nagyon sok minden van, amit nem tudunk az uralmunk alatt, vagy az irányításunk alatt tartani. Specifically. Például. The hearts of kids. A gyerekek, a fiatalok szíve. I have not found a spreadsheet yet that can prepare the heart of a teenager. Nem találtam még olyan táblázatot, ami közvetlenül egy tizenéves szívéhez vezetett volna. If I discover one, I'll become the greatest youth leader ever. És hogyha megtalálom azt a táblázatot, én leszek a világ legnagyszerűbb ifjúsági vezetője. What I need, we need God. Nem, hát Istenre van szükségünk. To prepare hearts. Hogy ő készítse fel a szíveket. To take care of the details, yes. Hogy ő, igen, mi gondoskodunk a részletekről. But to prepare hearts. De a szívek felkészítése. If everybody arrives on time and everything happens perfectly planned, that would be great. Más dolog is jó, ha mindenki egyszerre megérkezik és minden tökéletesen klappol. If we had a lot of fun, that would be great. És hogy jól érezzük magunkat a gyerekekkel, fiatalokkal, az tök jó. You know, if we just love each other, that would be great. És ha sok szeretet van ott a táborban, az is jó. But I would like more. De én ennél többre vágyom. I would like that the word of God would penetrate the heart of a teenager. Azt szeretném, hogy Isten igéje belépjen a tizenévesek szívébe. I believe in this. Ebben én hiszek. If I didn't believe in it, I would quit today, right now. I would walk out right now. Ha nem hinnék benne, akkor most kimennék az ajtón, és itt hagynám az egészet. You know, it wouldn't be worth it. Nem lenne értelme az egésznek. But I believe that teenagers can hear the word of God. De én hiszem, hogy a tizenévesek meg tudják hallani Isten igéjét. And have spiritual thoughts. És lehetnek szellemi gondolataik. And grow. Növekedhetnek. And get to know Jesus. És megismerhetik Jézust. So if you can remember this week. Hogyha emlékeztek ezen a héten. Pray for that. Ti, akik itt maradtok, kérlek imádkozzatok. Just pray for that alone. Csak ezért imádkozzatok. That hearts would be soft. A szívekért, hogy a szívek. That's been my prayer for weeks. Nyitottak és lágyak legyenek. Ezért imádkoztam én is. That God would use us. Hogy Isten használjon bennünket. That He would give us the words. Hogy ő adjon szavakat. And the love. Szeretetet. To minister to these kids. Hogy tudjunk a fiatalok felé szolgálni. I have sensed something in the last few years. I have sensed that teenagers are hungry for truth. És az elmúlt pár évben így érzékeltem, hogy a tizenévesek éheznek az igazságra. All the craziness in this world. Mert őrület van a világban. In the middle of it. És mindezek közepette. I have sensed that there are some that are waking up. De érzékeltem azt, hogy vannak, akik így felébrednek. And they want to be taught. Kinyílik a szemük, és tanítást keresnek. And they want truth. És az igazságot szeretnék. And they are seeing through the lies of the world. Átlátnak, a világ hazugságain túllátnak. So we are really praying for that to happen this week. Ez az imánk, hogy ez megtörténjen ezen a héten. And I'll just share with you briefly a word from Job. Szeretnék Jobb könyvéből megosztani veletek röviden. Lord Jesus, bless this just these few minutes with you. Úr Jézus, kérünk, áld meg ezt a pár percet. It's hot.
Meleg van. Could you help us? Segíts nekünk. Focus and concentrate. Hogy ezért tudjunk figyelni és koncentrálni. Take our attention off the fan. És hogy el tudjunk vonatkoztatni a ventilátoroktól. And just help us to listen to you, Lord. Csak segíts, hogy meghallhassunk téged. Jézus nevében. Amen. Amen. I was actually yesterday I was with Pastor Vali and Marie. Tegnap Pastor Valival és Marival töltöttem időt. And we talked about problems. És problémákról is szó volt. And there are two kinds of problems. És azt mondtuk, hogy kétfajta probléma van. There are problems that you can fix. Nehézségek, amelyeket meg lehet oldani. And then we said there are some problems that you cannot fix. És vannak olyan gondok, amiket nem lehet megjavítani. In a marriage you have those kind of problems. És a házasságban is vannak ilyen problémák. In the beginning you're trying to fix everything. Az elején még mindent megpróbálsz helyrehozni, megjavítani. You realize it's not working. Aztán rájössz, hogy hát nem sikerül. You don't have what it takes. Nincs meg benned, ami ehhez kell. You lack the intelligence. Nem vagy elég okos. You have some wisdom, but you don't have enough. Van bölcsességed, de nem elég. No matter how hard you try. Akármennyire is próbálkozol. How hard you work. Akármennyire keményen dolgozol. There are problems. Vannak olyan problémák. That you cannot fix. Amelyeket nem tudsz megoldani. Job. I was teaching Job this year. Ebben az évben Jobbról, Jobb könyvét tanítottam. And last night I went to bed thinking about our conversation with Pastor Vali. És tegnap este úgy feküdtem le, hogy a Pastor Valiékkal folytatott beszélgetésről gondolkodtam. I loved teaching the book of Job in the Bible College in Baltimore. Nagyon szerettem idén a Jobb könyvét tanítani a Biblia iskolában Baltimoreban. The idea is that you teach the kids or the college students. És hát ugye a lényeg, hogy tanítsd a Biblia iskolásokat. I learned so much. De igazániból én tanultam sokat. És a Zsombor is ott volt az órámon. He was a good student, Mom. Don't worry, he was a good student. Anyukának mondom, hogy nagyon jó diák, rendben van minden vele. Very high grade, very high. Nagyon jó jegyet szerzett, úgyhogy minden rendben. But I learned that Job had one of those trials. De azt tanultam meg, hogy Jobnak volt egy próbája. One of those trials that changes you. Olyan fajta próbatételben vett részt, ami megváltoztatta őt. One of those trials that is beyond you. Olyan próba, amely meghaladt téged. One that you cannot understand. Olyan próba, amit nem értesz igazán. Job is a great man of God. Jobb Istennek nagyszerű embere. I did a study on all the great things that God said about Job. És végigmentem azokon a pontokon, hogy mit mondott Isten, hogy milyen Jobb. Job has a resume written by God. Jobbnak az önéletrajzát Isten írta. And it is very impressive. És nagyon komoly. I think I had maybe was it 22 things that were amazing things that God said about Job. Nagyon komoly leírást ad Isten róla, kb. 22 dolgot említ. I believe he was a very godly man. Nagyon Istenfélő, Isten szerint való ember. Very righteous. Volt és nagyon igaz ember volt Jobb. I believe he had a relationship with God. Én hiszem, hogy ő kapcsolatban állt Istennel. It is clear, very clear to me that he knew grace. Nagyon nyilvánvaló, hogy ismerte a kegyelmet. Even by the things he said throughout the book. Azokból a dolgokból, amiket mondott, ez derül ki. It is clear to me that he was wise. Az is nyilvánvaló számomra, hogy bölcs. In the end of Job, you know the verse, I'm sure, in the end of Job. Jobb könyve végén biztos ismeritek ezt a verset. Job 41. A 41-ben. We read in verse 5. Az ötödik versben azt olvassuk. I have heard of thee by the hearing of the ear. Hallottam rólad a fülemmel. But now I can see. De most már szemeimmel látlak téged. Now my eyes can see. Most már a szemem lát téged. This is the greatest thing that can happen to us. Ez a legnagyszerűbb dolog, ami megtörténhet velünk is. I see. Hogy látunk. I get it. Megértünk valamit. The great question is, what does he see? A nagy kérdés az, hogy mit látott what Job? What is it that Job sees now after his trial? Mit látott Job a próbatételek után? I read like a 4 or 5 books in the spring about Job, and I noticed something. Tavasszal olyan 4-5 könyvet olvastam Jobbról, és észrevettem egy mintát. Many of them are talking about what the Job that was before and the Job that was after. Ezek a könyvek gyakran foglalkoztak a Jobbal a próbatétel előtt és Jobb a próbatétel után.
And it sounded like maybe something was wrong with Job before, and then because of what happened, Job now sees. És egy picit úgy állították be, hogy előtte volt vele valami gond, de aztán, amikor ezek a próbatételek megvoltak, akkor megjavult. Maybe also you've heard a message. Lehet, hogy hallottál esetleg ilyen üzenetet már. That before Job did not know grace. Hogy esetleg előtte Job még nem ismerte a kegyelmet. And because of the trial, now he sees grace. És a próbatétel miatt most már érti a kegyelmet. And I agree with that. I mean. És egyet tudok érteni ezzel. I'm not saying that's not correct. Nem szeretném azt mondani, hogy ez így, ahogy van, nem igaz. I've heard that before, you know, Job had a formula. És olyan magyar eredet is volt, hogy előtte Job ilyen képletekben, módszerekben gondolkodott. That he was like religious. Hogy vallásos volt igazándiból. But after the trial he had a relationship. Viszont a próbatétel után kapcsolata lett Istennel. And I wondered how true that is. És ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire helytálló. In one sense it is true. Egy módon igen. Because after you meet God. Mert miután találkozol Istennel. After you see God. Miután meglátod őt. After you receive a réma. Miután rémát fogadsz el tőle. The result is always the same. Akkor mindig ugyanaz az eredmény következik be. You are always different. Mindig megváltozol. You will always be closer to him after. Utána mindig közelebb lépsz Istenhez. Your relationship will always be better with God. A kapcsolatod mindig jobbá válik utána. You will always know grace more. És mindig jobban ismered már a kegyelmet. So these are true things. Tehát ezek igaz állítások. But in another way, I don't know if it is true. De egy másik megközelítésből viszont nem tudom, hogy igaz-e. I think that Job was a gracious man. Mert én azt gondolom, hogy igazából ő egy kegyelmes ember volt. A godly man. És egy Isten szerint való ember volt. A holy man. Szent ember. And then the trial. És aztán jött a próbatétel. It just shocks him. Ami megdöbbentette őt. He's a little bit lost in it. És elveszett ebben a próbában. He can't think his way out of it. Nem tudta kivezetni magát a gondolataival. He can't talk his way out of it. Nem tudta kibeszélni magát. Many of you know what I'm talking about. És sokan tudtok ezzel azonosulni. You have been in those trials. Ti is voltatok már olyan próbatételben. And you're trying to figure it out. Amikor próbálod megérteni. You have a lot of meetings and you talk with a lot of people. És beszélgetsz emberekkel és próbálod feldolgozni, megérteni a problémát. Or maybe you have a relationship problem. Vagy lehet, hogy egy kapcsolati problémád van. And you can't fix it. És nem tudod helyrehozni. No matter how much you talk. Akármennyit beszélsz róla, egyszerűen csak nem. It's that kind of trial. Ez ilyen fajta próba. I am godly, I'm following God, I'm a Christian, I believe. Hogy Isten szerint való vagyok, követem Istent és hiszek. Maybe I am even like Job. Sőt, lehet, hogy olyan vagyok, mint Job. I didn't do anything wrong. Én semmit nem csináltam rosszul. I did everything right. Mindent helyesen tettem. This was Job's question to God. És ez volt Job kérdése Istenhez. Why? Miért? Why me? Miért pont én? I want to know why. Akarom tudni, hogy why miért have én. You done this to me? Miért tetted ezt velem? And then we have Job 28. És aztán ott van Job 28. Which I have probably read 20 times in the last 6 months. Amit az elmúlt fél évben vagy 20-szor olvastam. And fell in love with. Teljesen beleszerettem. Because it sounds like me. Mert annyira magamra ismertem ebben a fejezetben. I read about a man who has a lot of wisdom. Olyan emberről olvasok itt, aki nagyon bölcs. And he knows about the wisdom. És tudja, ismeretet it szerzett. It is a poem, a song, a hymn for wisdom. Ez igazság szerint a bölcsesség zsoltára. And in chapter 28 we see that he compares it to silver and gold. És itt a 28. fejezetben aranyhoz és ezüsthöz hasonlítja. So he understands. Tehát érti. He understands that it's very precious. Hogy nagyon drága dologról van szó. He knows that there is such a thing called the wisdom. És tudja, hogy létezik bölcsesség. And we read that he compares it to something that you have to mine deep in the ground. Olyan dologhoz hasonlítja, amit ki kell bányászni a föld mélyéből. In verse 2, iron is taken out of the earth.
És a második versben a vasat a földből hozzák elő. It's not easily available. Nem könnyű megtalálni. It's not something that's just there for us. Nem csak úgy ott hever, hogy felvegyük. I don't care how smart we are. Akármilyen okos is vagyok. How reasonable we can be. Akármilyen értelmes. How godly we think we are. Akármilyen Isten szerint való. Job is aware. Job tudja. There's wisdom. Hogy létezik bölcsesség. Van bölcsesség, és én tudni akarom. Meg akarom ismerni, de nem tudom elérni. In verse 4, the flood breaks out from the inhabitants. És aztán a negyedik versben aknát törnek távol a lakott helyektől. Even the waters are forgotten of the foot. Lábak által elfelejtett helyeken függnek. They are dried up. És lengnek. They are gone the way of men. Lengenek messze az emberektől. This whole idea of wisdom, a bölcsesség fogalma, being beyond me, ami meghalad engem. 10 years of experience, 20 years of experience, 30 years of experience. 10 év tapasztalat, 20 év, 30 év tapasztalat. All the Bible knowledge. A bibliai tudás. I've been a pastor. I should know this probably. 12 years. Régen vagyok lelki pásztor, 12 éve talán. I got nothing. Semmit nem tudok. I got nothing to say. Nem tudok mondani semmit, mert meghalad engem, túlmutat rajtam. In verse 7 there's a path. És aztán a hetedik versben. There's a place, there's an area, there's somewhere where wisdom is. Van egy ösvény, egy hely, ahol ott van a bölcsesség. In verse 11. És aztán a 11. versben. He binds the flood, he stops the flood from overflowing. Eltömi a szivárgó ereket. You can read this chapter carefully yourself. És elolvashatod ezt a fejezetet, a 28-at. And you can picture a person who totally gets it. És elképzelhetsz valakit, aki teljesen ért mindent. There is wisdom. Tudja, hogy létezik bölcsesség. I want it. És akarja is azt a bölcsességet. Nem tudja magától megszerezni. I even know about the floods that can flood my mind. És még azt is tudja, hogy vannak ilyen folyamok, amik az elméjét elérik. The distractions. A zavaró dolgokat is. The things that are intended to keep me away from knowing wisdom. Ismeri, vagy azokat a dolgokat, amik azért vannak, hogy elvonjanak a bölcsességtől. He knows God has to keep those away. Tudja, hogy Isten kell, hogy távol tartsa tőle ezeket a zavaró tényezőket. To clear his mind. Ő az, aki kitisztítja az elméjét. But then in verse 12, even with that knowledge. De aztán a 12. versben. Where shall wisdom be found? De a bölcsesség hol található? Verse 13, man knows not the price of it. És aztán a 13-ban halandó nem ismeri értékét. It can't be found amongst the land of the living. Az élők földjén az nem található. That's us. Ezek vagyunk mi. In this room, are we living today? Itt vagyunk ebben a teremben, és még élünk. Yes. Igen. It may not be here. Lehet, hogy nem vagyunk itt. It may not be with me and it may not be with you. Lehet, hogy nincs nálam a bölcsesség, és lehet, hogy nincs nálad a bölcsesség. Verse 15, it cannot be gotten. A 15. versben for gold. You can't buy it. Meg színaranyért. In verse 16, it cannot be valued. 16-ban nem lehet megvenni. Verse 20, where does wisdom come from? És aztán a 20. honnan jön tehát a bölcsesség? Where is the place of understanding? Hol van az értelem lelőhelye? I love living my life this way. Szeretem úgy élni az életemet. I love understanding that there is wisdom. Úgy, hogy megértem, hogy van bölcsesség. And that it is valuable. És hogy ez értékes. But I might not have it. De lehet, hogy nincs meg nekem. That everything within my power cannot retrieve it. Nem tudom a saját erőmmel megszerezni. That I could be the smartest guy on the planet. Lehetek én a legértelmesebb ember a Földön. And study my Bible every day. A legokosabb, és minden nap olvashatom a Bibliámat. And I don't have it. De nincs meg a bölcsesség. I don't have the wisdom. Nincs meg a bölcsesség. In the Hebrew. A héberben. One of the books I read pointed out that the wisdom that is used in verse 12 and in verse 20. A 12. és a 20. versekben mondja. It's the wisdom. Hogy a bölcsesség. A definite article before. Határozott névelővel. The word wisdom. A bölcsesség szó elő. He wants to know. Szeretné tudni.
Tell me. Megismerni, honnan jön bölcsesség. Why am I going through a trial? Miért kell átmennem próbatételen? Why did she do this? Ő miért tette ezt? Why did he do that? Ő miért csinálta azt? How could she do this? Hogy tehette azt? Why did they do that? Miért mondták azt? And I want to know. Give me the wisdom. Szeretném tudni. I want to know everything. Adj nekem bölcsességet. Szeretném érteni. I know God knows it. Tudom, hogy Isten tudja. God knows the wisdom. Istenné a bölcsesség. I want to know it. De én is meg akarom ismerni. This is the trial. Ez a próba. The trial was not losing his kids. A próbatétel nem az volt, hogy elvesztette a gyerekeit. Which was hard. Ami nagyon nehéz volt, persze, elképzelhetetlenül. Or losing all his possessions. Vagy a tulajdonát, a birtokát. The trial was not the illnesses that he had, the sickness that he had. A próbatétel nem a betegségéből fakadt. The trial was, I want to know why. A próbatétel abból, hogy szeretném tudni, hogy miért. I believe in you, Lord. Hiszek benned, Uram. And I know you have the wisdom. És tudom, hogy nálad van a bölcsesség. And I know you know the why, the wisdom. És tudom, hogy te ismered a bölcsességet. Tell me. Mondd el nekem is. I need to know. Én is szeretném tudni. In the entire book, from even after this, chapter 28, Job is still trying to find out. És a 28. vers után Job még mindig próbálja megérteni. And how does God answer him? És hogyan ad választ Isten? What does God do to answer the need that Job has? Hogy megválaszolja Job szükségét. Does he give him answers? Megválaszolja? No. Nem. God gives him questions. Isten kérdéseket tesz fel. In Job 38 and 39, all we get is questions. A 38 és 39. fejezetben csak kérdéseket kap. The entire time, Job wants to know why, and God just gives him more questions. Job folyamatosan kérdezi, hogy miért, és Isten pedig további kérdésekkel árasztja el. What do the questions mean? És mit jelentenek ezek a kérdések? God is saying to Job, Isten azt mondja Jobnak, who do you think you are? Mit gondolsz, ki vagy te? What do you think you're supposed to know this stuff? Szerinted ezt neked tudnod kéne? You think you're supposed to have the wisdom? Azt gondolod, hogy neked meg kell legyen a bölcsesség? All the knowledge? Minden ismeretet? That's the point of the trial. Szeretnél birtokolni? Ez a lényeg a próbának. You don't know and you will never know. Hogy nem tudod és nem is fogod tudni. We don't know. Soha, we actually can pretty much deduct that Job never really knew. És igazán azt vonhatjuk le a következtetést, hogy Job soha nem tudta meg. God never tells him. Isten soha nem mondta el. I always like to ask, wonder why. És szeretek én is miért kérdéseket feltenni. Why didn't God just tell him, hey, there was this thing that happened? És azt mondom, hogy nem értem, hogy Isten miért nem mondta el neki, hogy miért történt ez. Satan showed up and Sátán ugye megjelent a színen. You know, he dared me. És ő ott kikérte. And I decided to use you. És én azt mondja Isten, hogy én meg úgy döntöttem, hogy használlak. As a prop in a play. Mint egy kelléket egy színdarabban. To prove a point. Azért, hogy valamit bemutassak ezáltal. I don't think it went over very well. És nem nagyon sikerült ez jól. If Job nem sikerült volna. Had received the wisdom, hogyha Job megkapta volna a bölcsességet, it wouldn't have helped him. Az nem segített it volna was not rajta. The answer nem az lett volna a válasz a problémájára. What was the answer to his problem? Mi volt a válasz a problémájára? Let's read verse 20 in verse 28, 23 in chapter 28. Olvassuk el a 28. fejezetben. There is a switch in his thinking. A 23. versetben. A shift. Van egy változás a gondolkodásában. Egészen eddig. We've heard a lot of talking. Sokat beszélt. Circular talking. És ilyen körkörös volt a beszéde. A lot of intellect. Nagyon sok értelmes gondolat. A lot of people claiming to have the wisdom. És nagyon sok ember azt mondja, hogy nála van a bölcsesség, ő tudja. But here we start seeing cracks. De itt kezdjük látni, hogy töredezett itt a dolog. Job is starting to understand. És egy pici értelem bevillan. He's not completely there yet. Job elkezdi megérteni, hogy még nem ért There's oda. There's a few more rough chapters of Job talking. Még mindig lesz pár fejezet, ameddig ő beszél. But he's starting to realize. De itt egy picit elkezdte megérteni. In verse 23. A 23. versben. God understands the way. Isten tudja az ahhoz vezető utat. God knows the place. Ő ismeri annak helyét. He knows the source of wisdom. Mert ő ismeri a forrást. His wisdom is not. He's no longer in search of wisdom. He is in search of the source of wisdom. Hogy most már nem a bölcsességet kell keresnie, hanem a bölcsesség forrását.
Verse 24, verse 25. A 24. és a 25. vers. It's almost like this would go really well with chapter 38 and 39. És ez nagyon jól összhangban van a 38. és a 39. God looks to the end of the earth. Amikor Isten ellát a föld határáig. And sees under the whole of heaven. És mindent lát szeme az ég alatt. And he makes the way for the wind and for the water. És a szelet súlyossá tette, és a vizek mértékét megszabta. And he decrees the rain. Amikor meghatározta az esőrendjét. And the way of light. És a mennydörgő vihar felhők útját. What's Job saying? Mit mond Job? It's God. Hogy Isten. I have made my trial about me. A lényeg és a próbatételemet így magamról. I have inserted myself into this trial. Hogy ez rólam szól. But the trial is not about me. De a próbatétel sohasem rólam szólt. The trial is about God. Hanem Istenről. I will never know the wisdom. A bölcsességet, a nagybetűst nem fogom megszerezni, hanem Istent kell megismernem. And in verse 28. És aztán a 28. vers. And unto man he says, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Az embernek pedig azt mondta, íme az Úr félelme a bölcsesség. This is Job, and he's starting to realize. Itt kezdi el megérteni Job. He's not going to listen to his friends anymore. Hogy most már nem fog hallgatni a barátaira. He still has some growing to do. Még mindig kell növekednie. And some learning to do. És tanulnia. But he's in the right direction. De megfelelő irányba tart. He is seeking Jesus. Mert Jézust keresi. He wants to know his heart. Az ő szívét szeretné megismerni. What God thinks. Azt szeretné tudni, hogy Isten mit mond. In our trials. A próbatételeinkben. Don't make it about you. Ne hagyd, hogy ez rólad szóljon. Don't think about you so much. Ne gondolj annyit magadra. Don't preserve yourself so much. Ne őrizgesd magad és védd magad. Don't think you know. Ne gondold, hogy tudod. Don't think you got it all figured out and have the answers. És te már mindenre rájöttél és ismered a válaszokat. Earlier we had lunch and we talked about people that are conspiracy theorists. Do you have those here? Ebédkor beszélgettünk, és az összeesküvés elméletekről volt szó, és kérdezte, hogy van-e ilyen nálunk, hogy összeesküvés elmélet. Drug, the addiction to being a conspiracy theorist is that you know something that nobody else knows. Amikor valaki teljesen így belemegy ebbe, hogy ő nagyon tudni akar valamit, amit más nem. That's the drug. És ez egy ilyen függés tulajdonképpen. And you know, like when something happened, like Trump got shot, right? Függővé válik azért, ugye Trumpot meglőtték. So the conspiracy theorists are already going, you know. És az összeesküvés elméletesek már tudják, hogy miért. And they're mindent gonna dig in the internet and read. Mennek, olvassák, összerakják. So that they know something that you don't know. Mert szeretnének tudni valamit, amit a többiek nem tudnak. But this is also in me. De ez annyira. When there's a trial, I want to have answers. Más, mert amikor próbatételben vagyok, akkor szeretnék válaszokat kapni. God is not going to give me answers. És Isten a választ nem adja meg. He's not interested. Nem, őt nem ez érdekli. In letting me in. Hogy most engem felvilágosítson, és én tudjam. He just wants me to trust him. Ő csak azt akarja, hogy benne bízzak. Hey Pete, do you know who I am? Pete, tudod ki vagyok? Do you know what I have accomplished? Ismersz engem, az én művemet, amit elvégeztem? Can you trust me in this trial? Tudsz bennem bízni ebben a próbatételben? Can you keep your mouth shut? És be tudnád végre zárni a szád, és ne beszélj, ne beszélj, hanem hallgass. Some things we can fix with our mouth. Vannak dolgok, amiket beszéd útján meg tudunk oldani. Some things we cannot. De vannak dolgok, amiken a beszéd nem segít. Some things, you know, my brain can be helpful. Vannak dolgok, amikben jó, hogy van egy agyam, meg tudok gondolkodni. My experience. A tapasztalatom is segít. Some things, and you just kind of know it. Okay. De vannak olyan dolgok, aminél így tudod, hogy. I'm getting a Job kind of trial. Hogy most ez ilyen jóbos. And I'm going to learn. És itt tanulni fogok. And I'm going to get to know God more. És szeretném Istent jobban megismerni ebben a próbában. That's why I love trials. Ezért szeretem a próbatételeket. When a trial comes, I know at the end of it. Amikor jön a próba, akkor tudom, hogy mi van a végén. If I focus on Christ, hogyha Krisztusra összpontosítok, at the end of it, akkor a végén I will say what Job said. Azt fogom mondani, amit Job mondott. I can see. Hogy már látok. What do I see? God. Mit látok? Istent. Jesus. Jézust.
the mighty, holy God. A hatalmas Szent Istent. That's the point. És ez a lényeg. That's what I want. Ezt szeretném. And we often talk about the cross in our life. Gyakran beszélünk arról, hogy mit jelent a kereszt az életünkben. And we often kind of think we know what the cross is. És van, hogy így tudni véljük, hogy mi is ez a kereszt. You know, we look at it like you know, bearing my cross, you know. És van, hogy így elképzeljük, hogy én hordozom a keresztemet. I'm just going to suffer. És csak szenvedek. I'm going to bear my cross. Viszem a keresztemet. You know, and I think this is the cross. De szerintem ez a kereszt. The cross is me. A kereszt. Giving up my pursuit of the wisdom. Az, hogy én feladom a bölcsesség kutatását. On the wisdom that is in the last verse of the chapter. És arra a bölcsességre összpontosítok, ami a fejezet végén van. You know what's interesting? És tudod, mi az érdekes? Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. In the Hebrew, there's no the in front of wisdom. És érdekes, mert a héberben nincsen határozott név elő a bölcsesség előtt. Meaning, Job still doesn't know. Ez azt jelenti, hogy Job még mindig nem tudja. You're not going to get the wisdom. Mert a bölcsességet nem fogja megkapni. Fear the Lord and you'll learn something. Féld az Urat és megtanulsz valamit. But you still won't know everything. De mindent nem fogsz tudni még akkor sem. But you'll learn to trust me. Hanem megtanulsz benne bízni. And that is the beginning of wisdom. És ez a bölcsesség kezdete. That's all the wisdom you and I need. Ez az egyetlen bölcsesség, amire nekünk szükségünk van. The cross is like me saying, I'm going to fear God instead. A kereszt az, hogy én azt mondom, hogy nem, hanem Istent fogom félni. I'm not going to fix this. Ezt nem fogom megjavítani. I'm not going to decide. Helyrehozni, meg eldönteni. I'm not going to be active. Nem leszek ebben aktív. I'm just going to fear the Lord. Hanem félni fogom az Urat. Maybe. És lehet, if I focus on Jesus, hogyha Jézusra összpontosítok, I'll get a little wisdom. Akkor egy pici bölcsességet mégiscsak kapok and a végén. That's the whole point of the trial. És ez a próbatétel értelme és célja. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.